Őszi dinnye, indián nyár, séta a merrák elleni küzdelem világnapján, virágok, mécsesek halottak napjára. Jó estét kívánok! Önök a nagykuntsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. október 27-én 18 óra 5 perckor. Szeptember 5-e után állítólag már nem jó kásás vagy lőrinces a görög dinnye. Egy fegyverneki őstermelő azonban határozottan cáfolja ezt az állítást, nála októberben a fagyok megérkeztéig biztosan tart a dinnye szezon, mivel őszi vagy kaszás dinnyét is termeszt. Ezért mondhatjuk ezt. Teljesen érett a dinnye, érett a magja. Nem lőrinces, nem kásás. Már jócskán elmúlt szeptember 5-e, ez a dinnye mégsem lőrinces. Fegyvernek Szapárfalu határában még október közepén is terem a lédús zöldség. Magyarországon a dinnye főszezon lényegében augusztusban van. Ez a szezon ez áthúzódik szeptember elejére, és az úgynevezett lőrinces dinnye az a szeptemberi lőrinc napig gyakorlatilag fogyasztható, és ezzel vége is a dinnye szezonnak. A dinnye szezont követi a szőlőszezon, ez konkurens, és a dinnye ez ilyenkor már kevésbé kapható, nem is olyan jó ízű, de vannak olyan dinnyések, amelyek, vagy akik meghosszabbítják a szezont. Úgynevezett őszi dinnyét termelnek, ezt kaszás dinnyének is nevezik, és ezt később palántázzák, ez nyár közepén történik, és ezzel ilyenkor történik a betakarítás. Az időjárás kedvező, bár a dinnye nagyon meleg igényes növény, vizet is szereti, de ez a nyár, ha öntözték, akkor ez még mindig kedvezőnek tűnt neki, és most van az az időszak, amikor betakarítják, és ezt folyamatosan viszik a piacra. Furcsa egyébként ilyenkor még friss dinnyét találni, megkapni, de az, hogy a dinnye nagyon egészséges és egy kedvelt gyümölcs, ez azt jelenti, hogy magas a cukortartalma, kellemes az íze, és lényegében úgynevezett vízhajtó, eset gyógyszerként is elfogadható. Igaz, hogy ez a betakarított és most tárolásra kerülő dinnye eléggé sokba fog majd kerülni, de vannak olyan vásárlók, akik ezt meg tudják venni, és szívesen keresik is. A dinnye származását tekintve egy nagyon meleg igényes növény, ezért amikor már a hőmérséklet nagyon közel van a 0 Celsius fok, vagy ne adj Isten, fagy is beáll, akkor a dinnye termesztés ezzel befejeződik. Hát fólia alatt lehet tovább termelni, de általában szabadföldön, vagy még ilyenkor esetleg síkfúriában termesztik. Ez a dinnye, ez megfelelő körülmények között tárolva, ez még gyakorlatilag karácsonyig is fogyasztható, mert hűvös helyen, sőt, mikor én emlékszem még korábban, még az én gyerekkoromban, akkor szarmába, búzába rakták el, és még karácsonykor ez kellemes ízű termény volt. Az áprilisban palántázott dinnye szezonja szeptember közepén befejeződött, viszont az, amit nyár közepén ültettek, most kezd teremni. Eléggé kedvez ez a hosszú ősz, már most vagy 2 hete itten volt eső is, előtte én losoltam, hogy ne száradjon el a romb. Le akartam szedni savanyúságnak a kis dinnyéket, de mindig esett az eső, nem bírtam, utána megnőltek ilyen 3-4 kilósokra, akkor meg már sajnáltam. De már most sok ilyen 10 kiló feletti dinnye van benne, ami most kezd érni. Körülbelül a szezon az még vagy 2 hétig eltart, akkor lesz kész a dinnye, hogyha nem fagy le. Az ősszel beérő dinnyét kaszás dinnyének is nevezik, és bár valamivel többe kerül, mint a nyári főszezonban, kereslet van rá. Kóstoltassuk, van, aki csak negyedet visz, de aki megkóstolja, ízlik neki, elviszi. Örülnek neki, hogy van még dinnye. Sárga dinnyénk is van még, az igazi kuriózum, annak olyan 800 forint körül van az ára kilónként. Az egyik vásárló reméli, hogy nincs annyit vegyszerezve, mint a külföldi dinnye. Finomabb, és akkor bízunk benne, hogy nem annyi
veszszerez, nincs annyit veszszerezve, mint a külföldiek. Az őszi dinnye szezonnak az első talajmenti fagyok megérkezésével lesz vége. Indián nyár, illetve vénasszonyok nyara. Gyakran így nevezzük a szeptember végi, októberi időszakot, amikor az ősz még nem köszöntött be teljes erejével, ezért a kellemes, napos időjárásnak örülhetünk. Lássuk, mennyire örülnek a kellemes napsütésnek a napfényben fürdőzők. A Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő területén belül kérdeztünk néhány vendéget, hogy mivel töltik a vénasszonyok nyarát, vagy más néven az indián nyarat. Mint egy fiatal szerelme, meg egy idősebb szerelme. Az egyik tapasztaltabb, melegebb, lágyabb, a másik még hevesebb. Én azt gondolom, hogy ilyen az indián nyár is, mint az idősebbek szerelme. Többek a gyógyvízre, valamint a kertészkedésre esküsznek a kellemes időben. Csodálatos idő van, jó levegő, jó a víz, gyönyörűen süt a nap, kellenél jobb. Volt, aki pihenéssel, kikapcsolódással, olvasással tölti a késő őszi szép időt, és olyan is akadt, aki a nyári erős napsugárzás helyett inkább a mostani gyengébbet részesíti előnyben. Nyáron nem jó, nagyon meleg van. Úgyhogy ilyenkor sokkal jobban lehet élvezni a strandot, mondhatom úgy. Mert az idő az egy kicsit hűvös, de meleg, a víz az nagyon jó meleg. Úgyhogy ebbe sokkal jobban érezzük mi magunkat. Abban viszont mindenki egyetértett, hogy az ősz vége ide vagy oda, indián nyár, vagy vénasszonyok nyara, talán ez a hónap az év egyik legkellemesebb időszaka. A mellrák elleni küzdelem világnapján a Kátai Gábor Kórház egészségfejlesztési iroda lelki egészségközpontja sétát szervezett, amelyen részt vett Szepesi Tibor polgármester is. Minden év októberre a mellrák elleni kampány hónapja. A kampány első napján október 1-én ünnepeljük a mellrák elleni küzdelem világnapját, melynek alkalmából világszerte nők milliói hívják fel a figyelmet a betegségre. Én már a harmadik alkalommal szerveztem meg a Karcagi Kátai Gábor Kórház egészségfejlesztési irodája, lelki egészségközpontja azt a sétát, amellyel az október 1-jei világnap alkalmából, hiszen október 1-je a mellrák elleni küzdelem világnapja, tehát ebből az alkalomból szervezik meg immár hagyományosan azt a sétát, amely egyfajta figyelemfelhívás a mellrák elleni küzdelemre. Ugye tudjuk, hogy október maga a mellrák elleni küzdelem felhívásáról, az elleni küzdelemről szól az egész hónapban. Különböző rendezvények hívják fel erre a figyelmet. És azt gondolom, hogy sajnálatos módon föl kell hívni az emberek figyelmét, hiszen még most is 30-40 ezer megbetegedést regisztrálnak éves szinten Magyarországon. És ami külön megdöbbentő, és ugye ebben a csoportban is elsősorban hölgyek vettek részt, de nem csak a nőket érinti, hanem a férfiakat is egyre inkább. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van az ilyen figyelemfelhívó akciókra, és én ezt nagyon köszönöm az irodának, hogy immár harmadik éve megszervezik, hiszen föl kell hívni a figyelmet, oda kell figyelni, egymásra is elsősorban, és el kell menni azokra a szűrővizsgálatokra, amelyek megelőzhetik ezt a betegséget, ennek a betegségnek a kialakulását, és egy sajnálatos olyan lefolyását, amelyet azt gondolom, hogy egyikünk sem kíván. Évente nagyságrendileg 33 ezer rosszindulatú daganat okozta haláleset történik hazánkban. Rosszindulatú emlő daganat következtében évente pedig több mint 2000 nőt veszítünk el. Miközben az időben felismert betegség esetén nagyobb a gyógyulási esély. 1985 óta a mellrák elleni küzdelem jegyében arra hívják fel a figyelmet a Rózsaszín Október nevű kampányban, hogy a szűrések és a betegség korai felismerése életeket menthet. Hazánkban a nők körében az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés az emlőrák. Évente mintegy 5-6 ezer emlőrákkal diagnosztizált beteget fedeznek fel. Az időben felismert betegség azonban gyógyítható, ezért elengedhetetlenül fontosak a preventív jellegű szűrővizsgálatok. Erre is felhívták a figyelmet a sétán résztvevők. A kereskedők szerint a tavainál 5-10%-kal drágábban lehet beszerezni a kegyeleti kellékeket, a koszorúkat, a mécseseket, a virágokat. De azt is tapasztalják, hogy idén jóval korábban igyekeznek az emberek beszerezni ezeket. Minden szentekkor és halottak napján a sírkertek meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Már most sokan keresnek virágokat, koszorúkat, mécseseket halottak napjára.
nem a műkoszorúkat szoktam nézni, hanem inkább azokat, amelyik hosszú távon fönn tud maradni. Ezek a mohakoszorúk, a különböző kis tobozkoszorúk, ezeket szoktuk vinni, és ezeket szoktuk még esetleg krizantémmal vagy valami mással kiegészíteni. Tavalyhoz képest 5-10%-kal kerülnek több a kegyeleti tárgyak. Az angyalka, a kis szívecske a mécsessel együtt, tehát ez egy közkedvelt darab. A temetői trendek is változtak. Egyre többen keresik a kisebb kőedényeket. Szeretnek előre gondoskodni az, hogy kiválogatják, elmondják a saját igényüket, hogy ilyen pici kis szívecske, kis angyalka, egyéb kis kiegészítőkkel. Nyilván ehhez hozzátették, hogy az élő sírdíszeket majd később szeretnék elvinni az utolsó pillanatban. Most ugye egy kicsit nekünk is másképp kell meg gondolkodnunk virágosaknak, mert ugye, hogy nem lesz az őszi szünet, így átrendeződik a temető látogatási időpontja is. Tehát nem lesz az a hosszú hét végére, a családok nem fognak egyszerre érkezni, hanem szerintem folyamatosan kell, hogy biztosítsuk az árutazó vendégeknek, a helyi lakosoknak a teljes készletet, hogy mindenből legyen nekik kínálat. Amivel mi személy szerint készülünk, most megtalálható a 900 forintostól, 1001, 1200, 2000 forint, 2400, 2500, és így egyre fölfele. Na most, hogy itt vannak saját igények, az angyalka, egyéb kis kedves kis utolsó gondolatok, kiegészítők, ezek már a nagyobb értékű készítmények, ezekkel érhetik a 13-15 és szerintem max. A 20, az már ott egy kicsit, de ezek már az extra minőségek. Nem csak a virágkereskedők, hanem a sírkertek fenntartói is készülnek november 1-ére. Mint ahogy az emlékezők is minden szentek előtt rendbe teszik szeretteik sírhelyét. Szoktam virágot is, meg koszorút, ilyesmit. Mécseseket, igen, azt meggyújtom a mécseseket. Halottak napján és minden szentekkor a sírkertek többsége a látogatók várható nagy száma miatt meghosszabbított nyitvatartással üzemel. A rendőrség és a polgárőrség pedig emelt létszámmal vigyáz a rendre. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!